Nyírbátor jövője függ attól, hogy tud-e olyan lehetőséget nyújtani a fiatalok számára, amely vonzóvá teszi a várost. Minden városfejlesztési beruházás Nyírbátor népesség megtartó képességét fogja szolgálni. A városvezetés ezt a célt fogalmazta meg a jövőre nézve. A Nyírbátori Ipari Park a térség egyik legnagyobb gazdasági övezete, ahol több ezer fő dolgozik a multicégeknél. A vállalatok egyre nehezebben találnak szakképzett munkaerőt. Még akkor is, ha nem csak a városból és a vonzás körzetéből, hanem a szatmári és a beregi részekről is ide járnak dolgozni. A város vezetése ezért arra törekszik, hogy olyan fejlesztéseket generáljon a következő években, amelyek Nyírbátort a fiatalok számára vonzóvá tehetik. Nagyon fontos a város számára, hogy egy élhető környezetet biztosítson a lakosságnak, rendben tartják a közterületet, figyelik annak biztonságát. Új játszóterek, közparkok épültek, és egy, az egész várost átfogó térfigyelő kamerarendszer épült ki. A hosszabb távú városfejlesztési programban három stratégiai ágazatot jelöltek meg. A gazdaság, a turizmus és a kultúra sport szabadidő területén lesznek beruházások. Uniós állami támogatással és akár az üzleti szféra bevonásával terveznek. 2016-tól az önkormányzatok számára több uniós pályázat megnyílik, Nyírbátor is pályázni fog, 3-4 nagy projektben gondolkodnak, amelyekre összességében 4 milliárd forintra számítanak. Nyírbátor polgármestere, Máté Antal a vendégem, köszöntöm, akiben egy igazi menedzser szemléletű polgármestert köszönthetek, hiszen komoly múlttal rendelkezik, projektmenedzserként dolgozott korábban. Kezdi csókolom, köszöntöm én is a televízió nézőit. Valóban polgármesterségem előtt is a városfejlesztéssel, a város gazdaság életének és az idegenforgalom és egyéb turisztikai fejlesztéseknek a beindításával, az előremozdításával foglalkoztam, és nyilvánvalóan a megválasztást követően is ez egy nagyon fontos célja a városnak, hogy az a fejlődés, ami az elmúlt évtizedekben elindult, az a következő években is töretlenül menjen tovább azon az úton. Mennyire igazolódtak azok a korábbi fejlesztések, amiket bizonyos célokkal ugye, megvalósítottak? Hát én azt gondolom, hogy az eredmények magukért beszélnek, és ha leginkább ezt valamilyen módon tükrözni kell, akkor nyilvánvalóan az igazolja leginkább ezeket az eredményeket, hogy ma már teljesen más jellegű és típusú problémával találkozik a város, mint amivel találkozott mondjuk 10 évvel korábban, és nyilvánvalóan a városfejlesztésnek éppen ez a lényege, hogy mindig az aktuális problémákra kell reagálni, nem lehet egy város fejlesztése öncélú, nem az az elsődleges cél, hogy olyan látványberuházásokat valósítsunk meg, amit boldogan átadhatunk, átvághatjuk a szalagot, hanem arra kell koncentrálnunk, hogy figyeljük a lakosság, a vállalatok, a különböző szolgáltató szektorok igényeit, problémáit, és igyekezzünk olyan fejlesztéseket megvalósítani, ami ezekre a problémákra reagál, és hosszú távon megoldja, kezeli ezeket a helyzeteket. Ugye a népesség megtartó erő növelése a cél, azt gondolom ez az egyik legnagyobb kihívás ma Magyarországon. Nem csak a megyeszékhely, a főváros elszívó erejével kell szembenézni, hanem most már ugye kinyílt a világ, és egész Európával kell versenyezni. Valóban a problémát én azt gondolom, hogy minden televízió néző pontosan ismeri, és minden televízió néző otthon beszélget ezekről a kérdésekről. Mi annyival vagyunk nehezebb helyzetben, hogy nekünk nem elég erről beszélgetni, hanem megoldásokat kell erre kínálni. És nyilvánvalóan, hogyha a fejlesztés politikáról beszélünk, akkor nem csak az a fontos, hogy ne öncélú legyen, hanem az is nagyon fontos, hogy komplexen gondolkodjunk, és valóban a népesség megtartás, sőt a népesség növelés az egy olyan helyzet, amit nagyon komplexen kell kezelni. És ennek megfelelően a város fejlesztés politikájában is nem csak a gazdaság, közvetlenül a gazdaság fejlesztésre kell koncentrálni, vagy nem csak közvetlenül az idegenforgalom fejlesztésére kell koncentrálni, hanem számos olyan más területe van a város fejlesztésének, amit kezelni, fejleszteni és megoldani szükséges, hogy az emberek valóban nem csak Nyírbátorban, hanem az egész kistérségben, sőt az egész megyében úgy érezzék, hogy ez a település vagy ez a térség tud számára olyat nyújtani, ami megadja annak a lehetőségét, hogy nem feltétlenül kell elköltöznie a térségből, annak érdekében, hogy a jövőjét biztonságban tudja. Milyen projektekben gondolkodik most a város? Ugye a legegyszerűbb kérdés az mindig a klasszikus ipari park fejlesztés, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások bővítése. Ez mindenképpen szükséges, hiszen a Nyírbátori Ipari Park gyakorlatilag megtelt. A jelenlévő cégek folyamatosan bővítenek, és egyébként számos új befektetővel tárgyalunk most is, akiknek területre, infrastruktúrára van szükségük. Az idegenforgalom területén szintén adott a helyzet, a városnak az egyházturizmus, a gyógyturizmus fejlődése, a szomszédos térségekkel való kapcsolata jó, évről évre növekszik
fejlődik ez az ágazatunk, olyannyira, hogy korábbi években az Észak-Alföldi régió legdinamikusabban fejlődő turisztikai települése címet is elnyertük. Tehát itt a fejlesztések viszonylag jól körülhatárolóak, hatóak, és igazából nekünk az a nagyon fontos, hogy az összes többi részét rakjuk össze. Azt, ami kevésbé látványos, kevésbé magától érthetődő, de mégis nagyon-nagyon fontosak a jövő generációja számára. Tudjuk ezt konkrétan is elmondani, hogy igen, mi az a 3-4 nagy projekt? Nagyon fontos, hogy a város, magát a várost élhetővé tegyük a fiatalok, az aktív korúak és az idősek számára is. Ebből a szempontból a szórakozási lehetőségek, a kikapcsolódási lehetőségek, a közterületeknek a rendbetétele, a játszóterek, a különböző olyan zöld övezetei a városnak, ami a mai kor, a mai fiatalok, a mai családok számára rendkívül fontos. Itt mindenképpen szeretnénk a várost komfortosabbá, 21. századivel tenni. Emellett nagyon fontos a közbiztonság javítása. Erre egy nagyon komplex programot dolgoztunk ki, ami a jövő év elejétől el fog indulni, több mint 100 kamera lesz a térfigyelőrendszerben a különböző szereplők összevonásával, együttműködésével, és legalább ennyire fontos a hátrányos helyzetű csoportoknak a kezelése, a szegénység, a társadalmi felzárkóztatásnak valamilyen ösztöndíj rendszeren történő megoldása, együttműködve az oktatással, a szakképzéssel, hiszen ez is egy nagyon-nagyon fontos feladat a településen. Emellett azért Nyírbátorban mindig fontos szempont volt, hogy olyan gazdaságfejlesztő beruházások és olyan cégek kerüljenek be a városba, akik magasan képzett munkaerőt igényelnek. Ennek van ugye egy növelő vagy fejlesztő hatása az egész város számára. Igen, az előbb riportban is hallatszott, hogy valóban nagyon fontos, hogy a dolgozó meg legyen elégedve a munkakörülményekkel, ahol dolgozik, európai színvonalú körülmények között dolgozzon, de nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy eljusson a bérszint egy olyan mértékig, ahol a dolgozó, aki három műszakban akár hétvégén is dolgozik, ne csak annyi fizetést vigyen haza, amivel hónapról hónapra át tudja élni, vagy túl tudja vészelni a napokat, hanem nagyon fontos, hogy olyan bér tömeg kerüljön a zsebébe, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, ami lehetőséget teremt számára a megtakarításra, a szórakozásra, a kikapcsolódásra, tehát egy teljesebb életre. Ha ezt nem tudjuk kínálni, akkor sajnos nem tudunk versenyezni Nyugat-Európával, és nem tudunk versenyezni Nyugat-Magyarországgal sem. Ezt egyféleképpen lehet elérni, ha olyan cégek telepednek meg a térségben, nem csak Nyírbátorban egyébként, hanem az egész megyékben is, a régióban, akik egy magasabb hozzáadott értéket állítanak elő, és nyilvánvalóan, ha ez így van, modern technológia, nagyobb piaci érték, akkor az előbb-utóbb a bérekben is megjelenik. Ebben rendkívül türelmesnek kell lennünk, hiszen a bérpolitika az pont egy olyan kérdés, ami egyik hétről, hónapról a másikra nem oldódik meg. Nyírbátorban abban a szerencsés helyzetben vagyunk viszont, hogy ma már a munkaerőigény lényegesen magasabb, mint egyébként a település és a térség el tudná ezt látni. Tehát ma Nyírbátorban napi szinten 3000 ember jár be csak a 4 legnagyobb cégbe dolgozni vidékről, és nem csak a környező településeket értjük már ez alatt, hanem ez Csengertől Tiszavasvárig igaz. Ez a fajta nagy munkaerőigény várhatóan, sőt érzékelhetően a magasabb, kvalifikáltabb szektorban már jelent egyfajta bérnövekedést, és bízunk benne, hogy ez a bérnövekedés egyre inkább az alacsonyabb képzettséget igénylő munkaterületekre is leszivárog, és érzékelhető lesz egy folyamatos bérnövekedés. Aktuálisan most éppen milyen beruházás zajlik Nyírbátorban? Hát ez az év elég mozgalmas volt a város szempontjából, már csak azon túl is, hogy nyilván lezárultak a folyamatban lévő uniós projektjei a városnak. Ez ebben az évben csak 8 projektet jelentett, amit le kellett zárnunk. Ez a megül energiától a szennyvízberuházásig nagyon sok volt. De én legalább ennyire fontosnak tartom, hogy az ipari parkunkban 3 gyáregységet is átadtunk, vagy átadunk az idén. A Koloplasttal kezdtük tavasszal, aztán az Unileverrel a nyáron. Most ezen a héten éppen a repülőgép alkatrészeket gyártó cégnek lesz az üzemegység átadása, és jövő év januárjára áthúzódik a 4. nagy beruházásunk, ami pedig egy olasz cégnek a fejlesztése. Ez összesen 1000 új munkahelyet jelent a településen, és nyilvánvalóan ez ugyanazt a problémát generálja, amiről az előbbiekben beszéltünk, hogy nagyon nagy számú munkaerőre van szüksége a városnak. Polgármester úr, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Én köszönöm a meghívást.